Alkalmas ajándéknak, karácsonyfadísznek, vagy csak egyszerűen desszertnek az ünnepekre. A mézes kalácsról van szó, ami ma már szinte elengedhetetlen kelléke a karácsonynak. A következő tudósításból kiderül, hogyan készül az igazán finom és díszes mézes kalács. Ebben egy olyan zalai mester volt Frauenhofer Márta segítségére, akinek alkotásai még Kínát is megjárták. Nagy a sürgés forgás a Becsföldjei faluház konyhájában, hiszen itt lányok, asszonyok és gyerekek együtt sütik a mézes kalácsot. Ugye mézes kalács nélkül elképzelhetetlen a karácsony, és hogy hogyan készül az igazán finom díjnyertes mézes kalács, azt megmutatja az érdeklődőknek és a televízió nézőknek is Béresné Dormán Ibolya. Jó napot kívánok! Hogyan fogjunk hozzá a mézes kalács készítéshez? Jó napot kívánok! Azt szoktam mondani, hogy a mézes kalács liszttel, mézzel, szívvel, lélekkel kell, hogy készüljön, mert tényleg az ember a szívét beleadja, és hát nem olyan nagy fortéja van neki, a liszt, a cukor, azt szoktam mondani, hogy mesebeli ez a mézes kalács is szinte, mert ugye népmesékben is a hetes szám, a mesebeli szám, a mézes kalács is hét összetevőből áll, a cukor, a liszt, a tojás, a méz, a fűszerek, ugye a fahéjat és az örölt szegfűszeget, meg a fújtatót, a szódabikarbonát teszem bele. Összekeveri az alapanyagokat, és akkor készül belőle egy ilyen gyúrt tészta. Igen, igen, begyúrjuk. Az a lényege, hogy nagyon alaposan ki kell dolgozni, és még az a lényeg, hogy legalább egy éjszakát, vagy egy fél napot legalább álljon, légmentes körülmények közé rakva, meg szobahőmérsékleten, a liszemcsék megdagadnak, és akkor szebb lesz a küllemámézás kalácsnak. Van-e valami különleges fortéja a gyúrásnak és a szaggatásnak? Hát éppen hogy csak az, hogy egyforma legyen minden oldala. És a sütésnél mire kell figyelni? Hát, hogy ne égessük el nagyon, mert az nem szép, meg ha ugye megesszük, nem disztárnak készül, akkor az egy kicsit keserű lesz, hogyha kicsit jobban megsül. Nagyon gyorsan megsül, úgyhogy oda kell figyelni. Igen, bizony, bizony. És akkor hát én otthon ugye általában disztárként készítem a mézes kalácsokat. Egy napot kell pihentetni, hogy a körülményeket felvegye. Ugye a méznek van egy ilyen tulajdonsága, hogy magába szívja a levegő páratartalmát, és kiegyenlítődik másik napra, és akkor másik nap szoktam nekiállni a díszítésnek. És akkor itt jön az igazi művészet, hogy hogyan díszítsük ki szépen a mézes kalácsot, egyáltalán a díszítéshez mit használjunk, milyen alapanyagot? Igen, hát én ezt a kis pici zacskót saját magam készítem fóliahegesztővel. Az a lényeg, hogy ilyen kis csúcsos legyen a vége. Kivágjuk kisollóval, egy tojás fehérjéhez 20 dekaát citált porcukor kell, és nem gőz felett kell kikeverni. És akkor nem pattog le a mézes kalács tetejéről. Általában ilyenkor karácsonykor milyen formákat és díszeket készít? Hát általában a karácsonyi motivumokat, ugye a csillagot, aztán most rendeltem az interneten ezeket a gyönyörűséges karácsonyfa függőket, most elhoztam ide a becsvölgyeieknek is, kipróbálják, és fel lehet akkor rakni a karácsonyfára majd. Cukormázzal is be lehet vonni. Nekem az a kedvencem a fehér alapon a fehérrel díszített, és ugye a karácsonyfán nagyon szépen mutat. És el is lehet fogyasztani, meddig fogyasztható a mézes kalács? Jó, nagyon sokáig, mert ugye a méz tartósítja, meg a fűszerek is, meg főleg, ha hermetikusan be van csomagolva, akkor még évekig is szépen elmarad, és semmi, abszolút semmi baja nem lesz. Ugye azt mézes kalácsos kézműves táborokon szoktuk beszélgetni, hallottam, hogy az egyiptomi piramisokban is találtak mézet, és méztartalmú tésztákat. A vikingek a felfedező hajótakra méztartalmú tésztát vittek, mikor minden élelmiszerük elfogyott, akkor a borba mártogatták, és így élték túl a nagy megpróbáltatásokat. Nagyon szépen köszönjük a történetet és a mézes kalács receptet, illetve az elkészítés fortéjait. Ez csak egy kis ízelítő volt, hogyha valaki szeretne nagyon szép mézes kalácsokat látni, akkor Ibolya kiállítása január 15-ig megtekinthető Keszthelyen a Balaton Színházban.